én azt szeretném kérdezni, hogy említetted, hogy a gondolatok azok a végtermékei, ugye az attitűd, meg a hiedelemrendszernek, hogy azok, akik nem vesznek részt pszichoterápián, vagy ilyen mély azok hogy tudnak változtatni a gondolataikon? Hát ugye jön az első szint, hogy racionális tudatban meggondolod, és akkor hozhatsz ilyen döntést, ez minden napja, hogy ez marhaság. Vagy ezen még érdemes gondolkozni. Tehát ez egy racionális tudat. Elindulsz például egy olyanba, most vegyük, most egy, ez akkor pár mondat lesz, ha belevágok, hogy kognitív terápia. Tehát nekem van egy élményem, és ilyen mindannyiunknak van, minden héten, aminél negatív érzelmi állapotot élek el. A leggyakoribb, hogy szorongok. Most én szeretnék ezzel dolgozni. Ezt egy hétlépcsős formában lehet, most gyorsan elmondom, mert több persze egyikötök se fogja tudni csinálni, csak, csak így gondolati szinten. Az első az, hogy az első rublikába azt teszem bele, hogy hol és mikor történt. Második rublikába azt teszem bele, hogy milyen negatív érzelmet éreztem. Például azt mondom, hogy elkezdtem szorongani, a legnagyobb szorongásomhoz képest mondjuk 60 százalék. Az megy erős szorongás. És jön egy harmadik rublika a lényeg, milyen gondolaton váltotta ki ezt az állapotot. Na, itt szoktak a legnagyobb ellenállások lenni, ezt meg kell tanulni, megkeresni. Ez lesz a gondolat. És akkor van ugye egy hely idő, az a betom van egy megért érzelmi állapot, és van egy gondolat, ami ezt létrehozta. A következő lépés az, hogy mi szól mellette, hogy igaz a gondolatnak. Következő rublika, mi szól ellene, hogy igaz? Vagyis mi szól amellett, hogy nem igaz? Akkor most már van öt rublikánk. Hatodik rublika, hogy tudom átalakítani a gondolatot? Átalakítom, milyen érzés kíséri, milyen érzelmi állapot. És ha ezt jól csinálom, akkor kevésbé fogok szorongani ezt gyakorlatilag minden történésre lehet alkalmazni. Tehát a konkrét terápia úgy néz ki, hogy valaki jön, mondjuk az illető egy közlekedési fóbiás, nem tudtam felszállni a hetes buszra. Hogy történt? Ugye már megvan a helye, megvan az ideje, megvan az, hogy mit éreztél, hát jött a pánikom, és akkor elmondja a pánikját, milyen gondolat előzte meg? Meg fogok halni következő gondol, dolog, ugye kezd áll az átdolgozás, mit lehet másképp? Nem fogok meghalni. Hiszen ezt már sokszor megéltem, egyszer se haltam. Miért halnék meg? Nincs benne logika. Tehát nem fogok meghalni. Ha azt hiszem, hogy nem fogok meghalni, abból mi következik? akkor ugyanez a dolog, hogy mész a busz felé, közelet, mi történik? Jönnek a, tünek a megszokott tüneteid, szívverés, légzés, szom, izomfeszülés, látásom, elhomás, ugye az csupán egyszerű dolgot, hogy kitágul a pupillád, mindenkinek hirtelen kitágul, az elkezd homályosan látni, tehát teljesen normális ez a dolog. És akkor mi történik? Felszállok a buszra. Tehát ez egy egyszerű séma, egymás utáni lépés következik. Ezt bárki megcsinálja, ez semmi rendkívüli kell, az se kell, hogy ellazítsd magad, semmi nem kell, csak az, hogy leülsz a hét dolog elé, és elkezded megdolgozni. Most lehet, hogy elakadsz vele, és azt mondod, ez ne, nem tudom csinálni, nem megy. Na, akkor kell már terápiás, terapeuta segítsége. Amikor ezt elkezditek együtt csinálni, vagy az is lehet, hogy azt, mondott, hogy azt mondom, mondjuk tegyük fel, hozzám jöttél, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor képzeljük el, hogy most lazulj el, csinálunk egy módos útudatot, képzeld el, hogy mész a busz felé, hogy fölszállsz. Mit érzel? Hol van a testedbe? Hajszál pontosan leírjuk, ugye ő újra megéli, ez lesz egy kineszetikus mintázat, amit korai gyerekkorból hozol, hogy miért te pont így szorongsz, miért pont ilyen testi tüneteid vannak, és ezzel a kinestetikus mintázattal elindulunk vissza, és megkeressük a gyökerét. Ez a célzott korregresszió. És akkor azt kell átírni. Tehát mondjuk azt mondod, hogy kicsi vagyok a járókába vagyok, egyedül maradtam, iszonyú erős félelmek vannak, elkezdek ezt látni, azt látni, am azt látni. És akkor én azt mondom neked, hogy na, köszönöm. Most felnőttként az összes bölcsességeddel, tudásoddal, tapasztalatoddal, menj oda a kicsi önmagadhoz, segíts neki. Add meg neki azt, amire szüksége van. Te tudod a legjobban, mire van szüksége. És akkor mondjuk azt mondjuk, hogy kiveszem a járókából, megnyugtatom. Oké, legyél most a kicsi önmagad, akit a felnőtt önmagad kivesz a járókából, és megnyugtat. És ezt oda-vissza megcserélem. És akkor a dolognak a próbája az lesz, hogy oké, okay, most gyere vissza itt és most be, tehát abba, hogy ez mikor, hogy történt, ezzel a tapasztalattal újra képzeld el. És abból, hogy mit fogsz csinálni, lehet látni, ez mennyire volt hatékony. Ez már egy terápeutai segítség. Ez azt jelenti, hogy a korai gyerekkort is beemeltem abba, hogy tudatosan dolgozunk vele. Ezt nem fogod tudni eleinte megcsinálni, későbbiekben már igen, erre dolgozták ki most, nagy divat volt egy 10-15 éven belől, a mindfulness. A mindfulness ennyit jelent, amit most elmondtam. Az összes többi az blabla. Bla. És ezt lehet csinálni. Tehát, ha megtanulod, mindfulness technikákat lehet saját magad számára csinálni ott is lehet, hogy lesz olyan elakadás, ahol már kevés vagy, akkor kell terapeutához fordulni. Ráadásul olyan az, aki ért hozzá, mert biztos, hogy mindenki ért. Ez a válasz. Egy pont nagyon fontos itt, amit a nyugat vagy nem sajátított el, vagy elfelejtett. Általában az előző, és Bélával beszéltünk erről informálisan is, és kamera előtt is, hogy a tudatnak az eredeti gondolkodás előtti minőségét, ezt Európa és az egész nyugati civilizáció nem tudja. Tehát egyrészt a teremtés mitoszunk, a képünk, ez az egyik probléma, tehát ez, ez enyhén aggályos, hogy kinek hisszük magunkat itt a világ struktúrájában, ez az egyik. Másrészt nem tudunk a gondolkodásunkkal mit kezdeni, dékártnak van egy nagyon sarkalatos pont, ez a gondolkodom tehát vagyok. Tehát annyira ragaszkodunk a gondolkodáshoz, amennyire az életünkhöz. Tehát ha ez a igaz lenne, hogy gondolkodom tehát vagyok, akkor az is igaz lenne, hogy nem gondolkodom tehát nem vagyok. És akkor ebben a pillanatban mindenki meghalt. Mert hogyha ezt megszorzod ezt az ütést nagyon erősre, akkor egy Elképesztő erős hanghatásnál te nem gondolkodsz, mert nem tudsz. Ki van vágva a biztosíték. És ezért is szoktunk intenzív élményeket, például a hangélményeket, zenéket és hasonlókat keresni, hogy a gondolkodást egy picit legalább tudjuk felfüggeszteni. Na most ott, ahol tudatosan és minél kevesebb eszközzel lépsz vissza a gondolkodás elé az eredeti tudatba, a tárgyatlan keletkezés és megszűnés előtti tudatba, annál nagyobb az esély annak, hogy amit hallottál, mint transformáció, meg tudod tenni. Tehát a 90 fok az, hogy tudod, hogy mi a probléma, a 270 fok az enkörön az, hogy átalakítottad a transformáció. A kettő közt szükségszerűen ott van a 180 fok, ami a nem azonosulás, nem énesülés minősége, mert csak így tudod leválasztani a tükörről a tárgyát, az énségről a karmáját. És ekkor tudod javítani, gyógyítani. Amíg azonosulsz fel, addig nem. Tehát egyetlen egy autószervizben sem javítanak addig autót, amíg a sofőr benne ül. Ki kell szállni belőle. És ezt a kiszállást, de mégis jelenlétet tanítja a normális transzcendens út, ahol a nem kettősség, vagy a teljes üresség, illetve üres teljesség fogalmával egy olyan minőséget jelölünk, amit lehet tapasztalni és ekkora léleknek az öntisztító képessége nagyon sokáig el tud vinni, nagyon messzire el tud vinni annyiban, hogy a saját karmádat mennyiben látod, mennyiben választod le róla, és mennyiben tudod ezáltal átalakítani, majd újra magadra venni, mint egy jól átszabott kabátot. Jó? Ez a zánkör egy kész pszichoterápia. Ha jól csinálod, akkor igen, de ha nem, akkor ugyanúgy beleállsz vele a betonba. Tehát Hát ha, ha, ha olyan terapeuta vagy, aki eljutott a 180 fokig, akkor ott jön a nagy kísértés, hogy hogy használod fel. Segítésre vagy nem segítésre? Ez se, ez se egyszerű ez, ez egy, egy nagyon komoly dilemma, és erre, erre mondta a nagymester, hogy ekkor a fogadalmaid visznek át ezen a szakadékon, De, biztos és a bothiszatva fogadalmak azért fontosak, hogy te segítésre használd ezt az elképesztően magas szintű tudatállapotot, és ne arra, hogy egy még erősebb egóitást érvényesíts azzal, amit tapasztaltál. És ugye, aki módosult tudatállapottal dolgozik, az óriási eszközökhöz jut? Tehát vajon kell ezzel vigyázni? De még egy dolgot mondanék leegyszerűsítve, és ez a pszichoterápiának a egyszerű váza. Te ott a járókába, ha az, az előző példát veszük, azt tanultad meg, hogy nem vagy biztonságban. Amikor oda küldelek, hogy segíts a kicsi önmagaddal, akkor kijössz ebből az azonosulásból, és segítesz, hogy ő megélje a biztonságot. Oda-vissza megcserélgetjük. Itt még van egy lépés, hogy csináljunk bele egy szimbólumot, mert azt meg össze is sűrítjük, Viszed magaddal és az életbe is használhatod, amit persze azért meg kell néhányszor ismételni, hogy jól működjön. De ez a lényege, hogy az beazonosulást át tudom alakítani, vagyis egy újabb teremtést hozok létre. És minden ember tud teremteni. Nincs ilyen, hogy nem lehet változni. Nincs ilyen, hogy ebbe bele lehet ragadni mint lehetőség adott arra, hogy teremtsek. Hát tudok-e, vagy nem tudok, akkor meg kell tanulni teremteni. Tehát nem az elvel van a baj, hanem azzal, hogy én tudom-e azt alkalmazni. És hát ez, az ez a legnagyobb kérdés, az össz, tök mindegy, hogy milyen módszert nézünk az összes pszichoterápiának, hogy a beazonosulást át tudod -e alakítani, és tudsz teremteni egy másik szintén beazonosulást amivel aztán lehet, hogy még további dolgod lesz, de elindult egy, egy, pozitív változás. Köszönöm. Érdekes kormán van. Részben nőket kísérek, és csak ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy hosszú évekig dolgoztam nőgyógyászati kampányokon, és Hormonális fogamzásgátlás, termékenység, mióma, endometriózis, stb. És végignéztem, ahogy hormonokkal és gyógyszerekkel tömik a nőket. A szenvedésnek rengeteg fokát láttam, meg magam is tapasztaltam. És egy ilyen három éve váltottam, és most terapeutaként pont azon dolgozom, hogy ideig ne jussunk el. És ahogy mondtad, törekszem arra, hogy kísérjem részben a nőket a lények felé. És akkor megyünk, nyilván gyerekkor, családi tudattalan, családrendszerből hozó dolgok, karma, stb. megyünk a lények felé. De azt látom, hogy lépcsőfokok vannak, főleg a nőknél, egy pláne ilyen problémáknál, és rengetegen is keresnek meg részben a személyes múltam miatt, részben a szakmai múltam miatt is. És ezért is vagyok itt, hogy lássam tisztán és éberen, hogy melyik az a pont, ahol nyitom a kaput a spirituális, vagy a transzcendentális gyakorlat, vagy a spirituális út felé. Melyik az a pont, ahol um, nyilván a, annak a jenni, aki éhes, de hogy amikor eljönnek hozzám, akkor látom, hogy a kell elmenni, de egyszerűen látom azt, hogy még nem állnak készen mondjuk arra, hogy beüljenek egy gyakorlatra. És egyelőre annyit tudok tenni, hogy gyakorlom az ent, és ezt mutatom és kommunikálom, és a nők, akik hozzám fordulnak, vagy bíznak bennem, azok kapnak erről egy információt vagy képet, de és érzem is, hogy valahogy egy ilyen, valahogy dolgom egy ilyen első kapunak lenni. De nem látom még feltétlenül, hogy mikor és hol tudom kinyitni nekik ezt a kaput, hogy hogy lássam ezt tisztán éberen. Hát inkább én úgy határoznám meg, hogy hogy tud a jelen léted, de megsegíteni azt, hogy kinyissa a kaput. Ne te akart kinyitni, neki kell. És mondok egy egész konkrét tapasztalatot. Kovács Noémivel én dolgoztam együtt nyolc évig. Nagyon sok közös pszichodráma csoportunk volt, ahol ketten vezettük a dráma csoportot. És nagyon sok olyan nő jött oda, nem azért, hogy nincs gyereke, hanem nincs gyereke, az is kiderült. Tehát nem is dolgoztunk a csoporton az, hogy nekem miért nincs gyerekem. Az is lehet egy pszichodráma témája, de nem ezt csinálták. 14 esetben szült olyan nő gyereket a 8 év alatt, aki addig nem tudott. Csupán azért, hogy benne volt egy pszichoterápiás folyamatba. És az az akadály, ami nem tudottan ott volt benne, az ebbe föloldódott. Hogy pontosan mitől ezt nem tudni, lehet, hogy adta az intimitást, amit ott megélt, lehet, hogy valakinek a játékából, ahol meglátott valamit, amit eddig nem tudott magáról, tehát ez így ment tovább. Nekem az egyik ilyen nagyon érdekes esetem az volt, hogy egy súlyosan fóbiás nőt kezeltem, akinek volt két örökbefogatott gyereke. Ő soha nem tud terbesni kivizsgálták már. A Szlovákiában is, akkor még Csehszlovákia volt, járt már, mindent kipróbáltak. Egyszer fiam terápiára, hogy terhes vagyok. Egy szikrát nem dolgoztunk azzal, hogy ő, neki miért nem volt saját gyereke, és megszülte a saját gyerekét, aztán még egyet. Valószínű, hogy attól, hogy a fóbiájával dolgoztunk, hogy tudjuk közlekedni, beindult benne valami olyan változás, ami eddig mint blokk volt, és hiába nyomták a hormont. Ugye az a baj a hormon, hogy lehozott kémiai szintre az emberit. Akinek valóban hormon hiánya van, akkor az teljesen rendben van. Na de, ha nem hormon hiánya van, hanem pszichés oka van, akkor nagyon sokszor hiába nyomatják a hormon óriási túldózisokba, az se fog megmozdulni. Tehát én megfordítanám a dolgot, hogy ezt nem úgy kéne csinálni, hogy gyakorlatban csinálják általában, hogy kipróbálok mindent, aztán elmegyek terápiába a végén, hanem az, akinek ez, nem, hogy elmegyek terápiába. Csak hát ez hivatalosan, ugye Magyarországon a pszichoterápiának semmi helye nincs az ellátásba. Nem, én nekem hiába van 10 befejezett vizsgám szupervizor, én egy büdös forintot még a magyar Betegbiztosítást nem kaptam a munkámért. Akkor, amikor a kórházban dolgoztam, akkor persze, de az, hogy magámba dolgozok, meg 82 évesen nyugdíjasként is gyógyítok, ezt nem lehet elszámolni, úgyhogy a betegbiztosítás fizessen érte. Ez a magyar valóság. Tehát ezek nem segítik ezeket a folyamatokat, csak megy a blabla. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy én hol tudom ebbe elhelyezni magamat. És az, hogy a történések történnek egymás után. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy egy folyamat pontosan nem lehet tudni, mikor indult el, és eljut valahova, ahova kell neki. Aztán olyan is van, hogy nem mindig jut el oda, tehát ez nem kötelező, hogy így legyen. De ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy te most már két oldalról is látod ugyanazt. És ez egy nagyon nagy segítség, hogy több oldalról látom a problémát, és nem csak egy séma szerint akarok segíteni. Én azt teljesen értem, hogy gyógyító emberek miért sémákat alkalmaznak. Mert biztonságban szeretnék hinni magukat, meg a, akinek segítenek is. De hát a psziché nem így működik. Tehát persze a sémák ott vannak, ahogy beszéltem is róla, de hogy ezeket át lehet alakítani. Köszönöm. Az önismeret, az önmeghaladás nélkül az öncélú és nagyon fölcintes marad. Az önmeghaladás pedig haszontalan, hogyha nem hozod vissza az önismeretbe. Muszáj a klienseidnek elmondani, hogy ők akármennyit gyakorolnak önismeretet, beszélgetnek, különböző, a gondolat és érzelem síkján lévő módszereket alkalmaznak, ha egy transzcendens dimenziót nem tapasztalnak, akkor az önmeghaladás nem fog létrejönni. Na most ehhez mennyi szenvedés kell? Döntsék el. Mikor nyomják be azt a gombot, hogy elég volt? És hogyha tényleg az önmeghaladás útjára lépnek, akkor nem reszelgetik a saját önképüket, és nem egy azonnal eredményre törekvő énséget építenek ki, hanem tisztában vannak három dologgal előbb-utóbb. Akármit csinálnak, akkor is tökéletlenek lesznek, akárhogy élnek, akkor is meg fognak halni, és akármilyen szabadságra törekszelek, akkor is kölcsönösen függő viszonyban fognak élni legalább egy másik lényel. De szerintem nagyon sokkal. Tehát, hogyha a létezés három alapjegyét belátja, akkor a meghaladó mozdulat nem lesz olyan nehéz. És ekkor lehetne azt tanítani, hogy haladjon az úton és segítsen másoknak, eközben önismeretre is szert tesz. Tehát nagyon sokan itt meg akarták találni a boldogságot. És megkérdeztek engem, hogy ezt hogy lehetne. És azt mondom, hogy ahogy most kérdezed, úgy sehogy. Tehát a boldogság, a szeretet, a biztonság, ezek az alapminőségek, amikre az életünket szeretnénk építeni, ezek tényleg a jéghegy csúcsán a megcsillanó napsugár és valami sokkal nagyobb egésznek a következményei vagy termékei kellene, hogy legyenek ezek, nem pedig rögtön elmegyünk a piac, és kiválogatjuk a legszebb, legélettebb gyümölcsöket, hogy ezeket majd hazaviszem, és akkor nekem majd lesz egy nagyon jó gyümölcssalátám. Igen, csak valaki e, azt a fát, ugye meglátta, leszette a gyümölcsöt, vagy elültette a magoncot, és lett egy facsemette, és a facsemetéből gyümölcsfaj. Tehát a teljes ciklust kell látni, és ezért nem létezik teljes önismeret önmeghaladás nélkül, és az önmeghaladás, az pedig nem létezik egy idő után visszatáplált önismeret nélkül. És hogyha ezt látja, akkor valószínűleg előbb-utóbb elkezd egy autonóm szellemi utat is járni, mert látja, hogy helyben topi van. Ugyanazokat a köröket fogja róni, és megfizet is érte. Köszönöm, hogy valahogy e felé megyünk nyilván, hogy vállaljanak felelősséget saját hát gyógyulásukért, vagy a, a haladás fel, az önvalójuk felé, csak hogy közben megpróbálom az én szellemiségét behozni. Ne, Léci, ne, ne, hozd be, meg kérlek. Át, hogy abba. Abba se. Fókuszálj a kliensre. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen szellemiség, milyen módszer, milyen terápia, kitől mit hallottál. Helyzet, kapcsolat, működés. Ez a három. Ez domináljon. Mire van szüksége ahhoz, hogy megtegyen még egy lépést a helyes irányba? és ilyenkor semmi módon nem lehet előre elgondolt sémákkal, gondolatrendszerek, ideológiákkal dolgozni. Bocsánat, mondaná -e valamit, Béla, mondjad? De csak egy egész kicsi, hogy a boldogság szóval vigyázzatok, mert a boldogtalanság a párja. És megnézd meg az életedet, így csináltam ilyen vizsgáltat. Akkor nagyobb boldog voltam. Aztán mi történt? <laughs> Ezért az én fogalmamba van egy olyan szó, hogy üdv. Az üdv az a boldogsághoz hasonló állapot, aminek nincs ellentétpárja. Ezt csak meditációval lehet megélni. Aztán egy idő múlva lehet általános, mikor már hogy az önvalód vagy, de a felé haladva, és... Mikor összehasonlítottam a nagy boldogság állapotomat, meg azt, amit meditációt megértem, hát azért nagy különbség van közte, és ennek tényleg nem volt negatív párja. Ha már Móval. fogalompárokban dolgozunk, ezért kéne vigyázni a szabadsággal, mert ott van mellette a felelősség is, csak nem szoktuk ja, ja. összerakni a kettőt, pedig akkor is ott van, ha nem tetszik. Viszont Dékárnak abban igaza van, hogy tehát azt mondja, hogy gondolkodom, tehát vagyok, akkor az a létrehozott személyiség az tényleg addig van csak, ami gondolkodik. Azt nem tudta, hogy létre van hozva a személyiség. Ő De csak ér... azt gondolta, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Mert azért egy-két könyv megírása alatt kiderült, hogy neki ez nagyon jól megy. De akkor nyugaton az sincs tisztázva elvileg, hogy mi vagyok. Hát évszázadok óta nincs letisztázva, és a helytelen önképből helytelen világkép és helytelen más kép születik. Nem, nem csak az a baj, hogy magamat nem ismerem rendesen, hanem hogy ezen a teljesen téves gyűjtemény alapon a másik embert is teljesen rosszul látom, a világ működését is teljesen rosszul látom, és ennek az egyén, pár, család és csoport, azaz társadalom szintjén olyan traumatikus megjelenései vannak, hogy tehervonatok kellenek hozzá. Tehát Ázsiában, amikor megkérdezték, hogy ti miért jöttetek ide? Nyugati szerzetes. Tehát teljesen ilyen hibrid alak. És nézd meg, hogy? És erre azt mondtam, hogy nem csak a személyes megoldatlanságain vezettek ide, hogy, és akkor Kórea 8200 kilométer, hanem az a kérdéskör is, hogy a két világháború az Európából indult ki, vagy európai gondolati alapon indult ki, és exportáltuk. Ezt hogy csináltuk? Tehát hogy sikerült az identitásunkat annyira Rosszul felfogni, olyan elképesztően a valóságtól távoli önképet kialakítani, hogy egymással ezt csináltuk az elmúlt 150 évben, és a világgal ezt csináltuk az elmúlt 150 évben. És ez ott kezdődik, hogy ezt magunkkal is megtettük, úgyhogy nem tudtunk róla. Vagy hagytuk, hogy mások megtegyék velünk. Ez a, a súlyos. Mostani tudományos nézetbe a nyugati gondolkozás az emberről ami tudományosan vizsgálható, hogy ugyanolyan körülmények között ugyanolyan eredményre vezet, az eljutott az elméig. Ez olyan 11-12 éve. Ez a fogalom több ezer éve ismert kellettetésen. Több ezer éve. Ha ezt tovább gondolod, a mostani emberképbe a tudat nem szerepel. Tehát te hiába írod be, hogy tudat, fogsz egy csomó infót kapni róla. De az nem a tudatot jelenti. Tehát ott van egy óriási nagy lépés. És szerintem ez az emberiség fönnmaradásnak a kérdése, de ez az én véleményem, hogy megismerik -e a tudatot, és tudjuk-e kezelni. Na most erre keleten nagyon jó módszereket dolgoztak ki, de a mostani modern tudományos gondolkozás a tudattal még nem tud mit kezdeni. Szeretnék kihasználni, Szeretnének vele visszaélni, rengeteg kísérlet meg minden fut, de a tudatnak igazából a lényege nincs beépítve ezekbe az emberképekbe. Ez még hátra van. És gondolkodással meg fogják érteni? Nem. Nem. Ez egy de, de a tényt kellene először elfogadni, tehát hogy ne álljak meg. Most ugye az elménél ez egy óriási lépés, amiben mindig bele vannak szédülve, ez a következő egyszerű két mondat emberi testbe ágyazott, emberi kapcsolatokban megjelenő energia és információ áramlás. Ez az elme. Tehát mennyire van benne, például amiről most itt beszéltünk a hölgyek esetében, hogy a gyerek, stb. Mennyire van benne, hogy mikor te elkezdel egy olyan paciensre dolgozni, akinek ez probléma, ott mi fog a meghatározó lenni? És egyáltalán nem biztos, hogy az, amit te tudatosan csinálsz, hanem a kapcsolat. Ugye ember második, nagyon fontos, hogy energiaáramlás, és ami a még fontosabb, az információáramlás. Ezért például ha valakinek nincs gyereke, az elég nehezen ért meg olyat, aki szeretne, hogy legyen gyereke. Ez nem azt jelenti, hogy képtelen rá, hanem egy saját élményt, amit megéltem, az hiányzik az életéből ettől még lehet elfogadó meg minden. Tehát, hogy a jelenségeket mennyire tudjuk információ áramlásnak elfogadni, és ez mennyire jelenne meg a mindennapokban. Ha most megnézed például az orosz ukrából, csak egy példát mondok. Egy közös van benne. Teljesen ugyanaz. Mind a két oldal a hatalomot akarja megszerezni. Semmi más. Tehát az ember gyakorlatilag, mi most meghatározza ezt a földet, az a hatalom megszerzésé a célja. Ez nem járható ez az út. De ez nem számít. Tehát jó, nem ugyanúgy csinálják, meg el lehet így úgy, de igazából a hatalom megszerzéséről szól minden. És hát ez lesz a, a gond. Most ugye abba fut bele a buli, hogy elfognak azok az anyagok fogyni lassan, amiből a hatalmat meg tudom őrizni. El fog fogyni. Tehát bele fogunk egy olyan külső körülménybe futni 30 év körülből, és ez egy jó indulatú becslés, amivel a mostani technikai szinten a hatalom föntartható. Hát érdekes lesz, úgyhogy nektek még ezzel lesz dolgotok valószínűleg. De hogy erről szól, hogy mit kezdünk a hatalommal. És ez nagyon izgalmas kérdés, hát nem, nem eléggé tudatosak ebben. Sajnos. Tolkien leírta, azért az, a, ami a gyűrűk korábban, mint természetrajzot rajzott van, és felépített egy univerzumot, illetve leképezte ezt az univerzumot úgy, hogy tényleg ezt a kérdést tette a középpontba, ugye, hogy, hogyha már az ember létezik egyénként, akkor ezzel mit csinál? Az egy gyűrű, ugye? Yeah. És hogy ez mit jelent? Tehát miért kell a tűz kamrájába, a sötét, gonosz földjére elvinni azt a gyűrűt, ami hát teljesen ugyanúgy néz ki, mint minden más gyűrű, csak ö, oda van a belsejére írva, a tűzírással, ugye? hogy egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen. És bilincsbe zár börtön az egyetlen. Tehát a hatalom megszerzése, mint alapemberi túlélő ösztön, az mire ragadtat minket. És hogyha ezt nem tudjuk az éntelenség ellobbanásával áttransformálni valami mássá, mondjuk felébredés és mások segítésévé, akkor tényleg mordorrá változtatjuk ezt a földet. Egészen biztos. És meg lehet nézni, hogy azok a pontok, ahol ezen a földön elképesztő szenvedés van háborútól kezdve természeti katasztrófák, egyébek, ott pontosan hogy működik az énesült, az egoitást fölvett hatalom. Fordítva, ahol énesül a hatalom, és csak ego alapon tud működni, ott előbb-utóbb ezek a sebek megjelennek. Az egy gyönyörű volt ebben a filmben, hogy ha halottak, se tudják legyőzni a rosszat, de ha a rossznak a rossz, tehát ami fönt tartja, megszűnik, akkor... És ahhoz is a király a, kell, és a, a király az a mester a mester, az ugye, miért, miért nem énség alapú az akkori, vagy az ottani király, mert a király keze gyógyító kéz, és ettől nem csak koronás fenevad, hanem valami jóval több annál. Egyéb kérdés? Hallgatva a válaszokat, egy vers szembe, eszembe, ki a bölcsöt ringatja, a világot igazgatja. Ennek kapcsán az, hogy Hát igazából akkor a szülőket kellene legalább arra megtanítani, hogy hogyan ne okozzunk sérüléseket, vagy hogyan lehetne kerek, egészséges személyiségeket nevelni. Csak hogy hát, hogy ez egy melyik volt előbb, tyúk vagy a tojás. És az is eszembe jutott közbe, hogy bármit végzünk, tehát akár a legegyszerűbb mosogatást, vagy takarítást, vagy gyógyítást, vagy tanítást, bármit nézünk, bármilyen tevékenységet, nem mindegy, hogy milyen tudatszinttel végezzük azt, hogy azt milyen minőségben csináljuk. Akkor lehet, hogy nem is a kognitív képességekkel, nem is a tárgyi tudással kellene kezdeni, hanem vagy legalábbis ezeket az önismereti dolgokat, hogy hogyan építjük föl a gyermekeinket, hogy hogyan építjük föl a saját magunkat. Tehát, hogy erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni minden lépcsőfoknál. Mert ez lenne De a lényeg, és gondolkoz, majd erre vagy, a Fordítva gondolkoz. Ez így nem fog menni. Úgy fog menni, hogy ami létrejött, az tud változni. Ez így, csak így fog menni. Tehát úgy, hogy ne jöjjön létre az, ami hozza a problémát, az úgy nem fog menni. Ugyanis minden szenvedés forrás a fejlődésünket segíti. Én ezért mondom nektek, azt mondtam már itt, vagy az előző csoportnak, hogy ebben a helyzetben be vagyunk. Egyetlen megoldás van a fejlődés. Ez fog mindent meghatározni. Ki hol tart a fejlődésbe? De nem azért, hogy milyen családba születtél, hogy, hanem te most hova jutsz el, és mit tudsz kezdeni magaddal. Természetesen egy ilyen szülőhöz, aki fejlődik, és oda születik valaki, annak óriási szerencséje van, és nem szerencséje, nem teljesen tudatos, karmikus dolog. És én nem agódok attól, hogy itt ez a föld de minden megszűnik, de az, hogy nem mindenki lesz úgy, mint most, az erősen valószínű. És az, hogy én milyen fejlett szinten vagyok, az a titka annak, hogy mit kezdek a külső helyzetekkel. Nincs más megoldás. Sajnos megint egyet kell értenem azzal, amit Bélától hallunk, és nem lehet ott kezdeni, ahol szeretnéd. Tehát a. Budha az érzékszervez kötött lényeket olyan gyerekekhez hasonlította, akik így önfeledten játszanak a kisded játékaikkal az égőházban. De ők gyerekek, még nem felnőttek, nem látják, hogy ég a ház, és ragaszkodnak a játékaikhoz. Nem mondhatod azt, hogy vaj felnőtté tedd le a játékodat, mert ég a ház, és azon nyomban gyerek ki, mert akkor ők azt mondják, hogy ne, te engem ne traumatizálj, légy szíves. Tehát senkit nem lehet a felnövekvésre kényszeríteni. Azt megtehetem, hogy adok neki egy még szebb játékot, ami a házon kívül van. És akkor már nem rongyol vissza az égő ház, mert ott van a legjobb játék. És hogyha a házon kívül van egy olyan, amit jobban szeret, mint ott bent, akkor egy idő után azt mondom, látod, tudsz a házon kívül is játszani. És most el tudod érni azt is, hogy nem játszol. Ez két hatalmas lépés, és nem lehet a gyümölcs oldallal kezdeni. Én köszönöm szépen a bevezetőt, mert én még így összefüggésében sosem hallottam a, a, fejlődésnek az útját. Ez nekem régi problémám volt, mert abból indultam ki, hogy a út is aranyból van, csak ugye nem volt a kisbetűbe beleírva, hogy de ez még nem kötött meg. Tehát ez az út, ez nekem olyan lett be, mint hogyha egy stabil pont nem lenne, és ez ingoványos, és ez forró, és ahogy ön mondta, én, én, amikor elkezdtem magamat fejleszteni, mert láttam, hogy gond van belőle, akkor egységnyi rossz volt, most tízszer rosszabb. Tehát mi a megoldás arra, hogy egyre több égőházat látok, egyre több olyan problémát, hogy nem tudok jobb játékot látni, és régen ezt nem láttam, és relatíva -e jobb volt. Mi a megoldás erre? Van erre valamilyen bevált dolog, hogy hogy lenne ez, ez nem ilyen kellemetlen? Vagy csak nekem ilyen kellemetlen? ez szubjektív választ adok. a pszichoterápia egy tapasztalati tanulás könyvből elsajátíthatatlan. Tehát a mostani pszichológusok, amikor például eljönnek képzésbe, ezt tanulta. Elég akadályozott vagy. Nem azért, hogy nem kellett volna, hogy tanulja, hanem hogy az van benne megrögzül, hogy ez el, tehát tanulni kell. Nem, ezt tapasztalni kell. És akkor visszatérve a kérdésedhez. Nagyon sok embert kezeltem. Ezt lehetne úgy csinálni, hogy akik elő is fordul, hogy burning autóznak, tehát kiégnek tőle. Mert hat rájuk a sok nehéz sors élet. Úgy is lehet, hogy fejlődök tőle. De az, hogy fejlődök tőle, az csak a szenvedésen keresztül megy. Tehát nem, úgy nem lehet fejlődni, hogy nem szenvedek. Az, hogy a szenvedéssel mit kezdek, attól lesz fejlődés. Ez egy nagyon jó dolog, hogy képzeld el azt, hogy mi a különbség az út meg a sors között. Kívülről nézve az égi világon semmi. Az egyik az, hogy elviselem, az a sors, a másik, hogy tudatosan halladok, az az út és hogy én az életemet hogy tudom ebbe az irányba vinni, erre nincs szabály, meg nincs egyformaság se. Tehát, hogy hogy tudok az életemből utat csinálni, és azon halladni és fejlődni, de az, hogy olyan utat találjak, amiben nincs szenvedés, hát erre nagyon kicsi az esély, szerintem nincs, vagy legalábbis saját élményben nincs. Mondja. Én, hogyha találtam volna ilyet, akkor jól elrejteném, de nem találtam ilyet. <laughs> ilyet tudom. És a sors az egy nagyon nyugati fogalom, az út az egy nagyon keleti fogalom. És nézd meg azt az autonómia különbséget, amit a nyugat kínál egy alapvetően monoteisztikus, materialisztikus, tudományos világban. Itt az embernek kőkemény sorsa van. Tehát amíg nincs meg az, hogy mi teremtjük ezt a világot egymásnak és magunknak, addig te meg vagy teremtve, utána pedig így szépen mint egy előre megírt szimfónia az életed az okozatiságnak az ösvényén így megy, aztán egyszer meghalsz, és vársz a különböző feltámadás utolsó ítélet egyéb jelenetekig. Hát ez nem ruház föl azzal, hogy igen, te vagy az életednek és a halálodnak a kovácsa. Ez a sors. be vagy betonozva az okozatiságba. És nézd meg, ahogy a tudomány megjelent a vallás antitéziseként mondjuk 400 éve, csak Galilei, mint egy ilyen határkő. És a tudományosság szinte hasonló ortodoxiát vett föl az évszázadok alatt, kivéve nagyon nagy embereket, mint az a vallás, aminek a megújítására, vagy a paralel világnézet kialakítására törekedett. Tehát a sorsszerűség nem változott, még akkor sem, hogyha azt a nagyon egyeduralkodó zsinatok által szentesített istenképet, azt levetted a trónról, mert a helyére jött valami más, ami ugyanúgy működött, csak nem Istennek hívták, hanem mondjuk tudománynak. Tehát a szemlélettel, a hozzáállással van itt a probléma, és nem magával a legfelsőbb lényel, csak amikor mered a legfelsőbb lényt levenni, és nem tenni semmit és senkit a helyére, akkor kezdesz el az úton járni, mert akkor kiderül, hogy mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk. Mindannyian emberi testbe születtünk. Mindannyiunknak emberi tudata van. És ehhez különböző színű és szagú karma járul. De ahhoz, hogy én az autonómiámat visszanyerjem, ahhoz a buddha természetről, vagy a felébredés képességéről szóló tanítás megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy ez mindenkiben benne van, és semmilyen külső forrástól nem függ. És amikor ugye akadálya sok tanulás, hát az ember az első alapelv, hogy ne támaszkodj az írásokra. Nyugodtan olvas annyi szútrát, amennyit akarsz. De amikor te elkezdesz gyakorolni, akkor te ne támaszkodj rájuk, esetleg kognitív védőhálóként jó, hogy ott van, hogyha valami nagyon furcsát tapasztalsz meditáció közben, hopp, akkor tudod artikulálni, hogy éppen mi történt veled. De az akkor van utad, amikor elvállalod azt, hogy élsz és hasz. Amikor elvállalod, hogy te teremted a világodat, másoknak és magadnak egyaránt. Amikor a szabadság és a felelősség szorosan egymás mellé szegődik, ekkor van utad. Addig csak sorsod. Tehát akkor az út fájdalmát lehet érezni. Igen, Addig de az legalább sors volt. hasznos. A fájdalmát és a kinyomást is lehet érezni, csak amíg azt hiszed, hogy ez más miatt van, meg te nem változhatsz, meg ez a világ, ilyen, meg amolyan, és nem tudsz érdemben változtatni rajta, akkor ez a fájdalom haszontalan. Tehát ez a szenvedve szenvedni, úton járva, szenvedve fejlődsz, mert a tudatosodáson szépen indulsz fölfelé, látod a saját kezedet a teremtésben, és akkor ez a tudatosodás az útonjárás velejárója, sőt, az egyik főhozadéka. Tudatszintünk mértékében teremtjük a karmánkat, vagy a vagy függvényében. Ezt nem látja mindenki. Tehát fókuszált tudatos döntésekkel immáron, ez nem a sorsom, hanem igazából nem is kell szenvedésnek vennem annyira, mert én meghatározom ezeket a tennivalókat, vagy feladatokat. Ha le és akkor már a boldogságról, akkor a szenvedés is eltűnik. Tehát ha te állandóan boldog akarsz lenni, akkor állandóan szenvedni fogsz. Vagy szenvedtetni De másokat. a szenvedés változását meg lehet pozitívan élni, másképp szenvedek. Ha én visszagondolok az életemre, ugye elég hosszú, hát egész másképp tudok most szenvedni. És ez <coughs> na, 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 nagyon örülök neki. De vissza akartam tényleg kicsit a tudományhoz. Tudomány ugye azt akarja megismerni, a teremtést. De a teremtést úgy akarja megismerni, hogy anyaghoz köti. Így nem lehet. És amikor a fizikusok erre rájöttek, azért ez a múlt évszázad második felé bekezdődött, akkor elkezdtek kidolgozni olyan teremtés elméleteket, ami már nem volt köthető az anyagi világhoz. És hát feltételeztek, Rendező elveket, pontosan nem lehet tudni. De ha megnézed, hogy ki jutott el a legmesszebbre, vagy az egyik legmesszebbre eljutó, egy olyan ember, aki nyomorék volt, ült a székbe, beszélni se tudott, de tovább tudott jutni. Mi segített neki? Az extrém mértékű szenvedése segítette arra, hogy megnyíljon neki a tudata annyira, hogy el tudjon ide jutni. Egyébként a a tudományos gondolkozás ember vonatkozásában ott adog le, hogy föltételezzük, hogy az ember egy tudományosan vizsgálható tárgy. Ez a következőt jelenti. Ugyanolyan körülmények között ugyanolyan eredményre kell jutni. Na, gondolj ebbe bele. Hát, tehát az egész egy röhely. Ha belegondolsz, akkor a pszichológiának az emberképe az egy nagy kacagás, egy barhaság. Mert hogy föltételezi azt, ha te ezt a tesztet kitöltöd, akkor oké. Okay. És akkor kitölteted húsz emberrel, aztán húszféleképp nem ugyanaz. Egy egyszerű tesztnél is. Tehát, hogy nem így van, hogy... Tudományosan a megismerhetésnek van egy határa. Ezt a határt csak akkor lehet átlépni, ha rádöbbensz arra, hogy ez, ez egy határ, amit így nem tudsz átlépni. És én most ezt érzem, hogy a tudat így fog bekövetkezni, hogy eljutunk olyan határokig, amikor már egyszerűen a tudományos megismerés lezárult. Nyugatnak ez lesz az útja. Tehát a nyugat, nem fog tudni most egy-két évtized alatt át, átalakulni, hanem azt kell, ez az én fantáziám, meghaladni, hogy tudományosan határozza meg önmagát, a világot, stb. Nem, nem fog menni. És ha eljut idáig, akkor van arra esély, hogy megnyílik az intuíció, vagyis megnyílik a valósághoz vezető út. Aztán, hogy meddig jutunk meg hova, az majd egy nagy kérdés, de anélkül nem fog menni. A többségi valóság szempontjából pessimista vagyok, tehát a nyugat ezt nem fogja meglépni úgy, hogy tényleges paradigmaváltás legyen a társadalom többségében. Egy bizonyos, azt hiszem, hogy látható kisebbség ezt másképp fogja gondolni, de az a hármas ugye elv, ami hogy Kaczfodorféle tudományelmélet, ami miatt nem lettem tudós, pedig megtanultuk, kísérletileg igazolható. Logikailag indokolható és ismételhető. Erről beszéltünk. Na, ez nem az ember, ez egy laboratórium, és hogyha nagyon kukacosak vagyunk, akkor ez az ütés már nem az, mint ez az ütés. Hiába ugyanaz a bot, ugyanaz az ember, ugyanaz a padló, és ugyanaz a fizikai törvénygyűjtemény, de akkor sem ugyanaz. Tehát ez az elképesztő ortodoxia, amivel a tudomány definiálni akarja önmagát, ez nem fog menni, mert nem valósághű. És ezt mondjuk a kvantumfizikától kezdve egy csomó egyébig mindenki mutatta, amely a határokat feszegeti. Például ezért kedvencem a kozmológia, mert ugye visszamentünk a nagyon-nagyon sok milliárd évvel ezelőtti ősrobbanásig, fantasztikus, és előtte jó pár volt. Biztos. Ja. És mielőtt az ősrobbanások és az ősrecsenések ciklusa kialakult, mi volt? Kérdőjál. Tehát amit a nyugat nem tud, pedig tényleg kéne, hogy a semmiből nem lesz valami. Tehát az, az üresség az nem nihil, kérem szépen. Tehát a megnyilvánulatlanból lesz a megnyilvánult, és a megnyilvánult pedig ismét megnyilvánulatlanná fog áttransformálódni. És ez már így működik de ezt tapasztalati és főleg belső úton lehet igazából tapasztalni, és külsődleges, rendszerszerű, tudományos, vallásos és egyéb doktrínák közepette nem. Ezek inkább akadályok. Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Ez egy óriási élmény, hogy teljesen de annyi minden így összeállt bennem, és annyi mindent adtatok mindketten, hogy lássam tisztán, hogy mi itt a dolgom keresem a helyemet, és a hibáimat így látom tisztán, hogy hogyan téveztek meg embereket, vagy pont hogyan nem tudok nekik segíteni, hogy hogyan lehet másoknak segíteni a hibáinak a felismerésében, hogy hat lehet ebben segíteni. Nekem három szinten fut mindig, és tök mindegy, hogy most pszichoterápia vagy akármi. Az egyik, hogy aki segít, annak a fejlődése hol tart. A második, hogy milyen keretbe csinálja. A keretnek nagyon komoly szerepe van. A harmadik, az, hogy kinek akarok segíteni. De az nem az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy én, aki segítek, mennyire vagyok fejlett. Ezt semmi nem tudja pótolni. Nem tudja pótolni a keret mert akkor ez egy üres keretté válik, és nem, tart, nem lesz tartalma, vagyis a fejlődés. És az illető tudja-e fogadni? Ugye ezt ma az előbb mondta szúny, hogy milyen fontos az, hogy tudja fogadni. Ezen, ezen mozog, a, mozog a dolog. Hát ennek különféle megjelenítési formái vannak, nagyon sok, sok színű, de igazából mindig vissza lehet erre a három jelenségre vinni, és ebből a számomra a legnagyobb tanulság, hogy a, a személy, tehát az illető fejlettsége hol van. Ez fogja az ő hatékonyságát legjobban megnyilvánítani. És ha belegondolsz az enkörbe, ugye amikor már megnyílik a tudatom, és tegyük fel, ugye, hogy megvilágosodtam, akkor a dolog elkezdődik úgy, hogy ezzel hogy tudok segíteni. És az megint egy nagyon hosszú tanulási folyamat lesz, de valószínűleg anélkül ez csak nagyon behatárolt lesz. Tehát én szerintem nincs olyan, hogy elég a fejlődésbe. Mindaddig, amíg nem jutsz el az abszolútig, addig fejlődjél, addig dolgozz ezen, mert ez a legerősebb meghatározás. És ez nekem fantasztikus élmény volt, ez a 360 fokos kör. Hogy mennyire ott van az egész lényeg, az egész teremtett világnak a lényege benne, és mifelé lehet haladni, és ez hogy határozza meg a, az életet. Tehát mondok egy személyest, hogy Hát én hozzám naponta fordulnak e-mail-el olyan segítségért, ami, amit személyesen lehetett volna csinálni. Én évtizeken keresztül ilyen embereknek tudtam segíteni. Most nem fogadom el, és mindegynek megírom, és mindenhol mondom is, hogy egyéni segítséget nem tudok vállalni. Azért, mert amit csinálok, mást, attól venni el az időt. Ez eleinte nagyon rossz érzést okoz, most már kevésbé, de azért most is van ilyen, hogy nem adok erre pozitív választ. Viszont az eredménye az lenne, hogy a saját fejlődésem akkor leakad, illetve az, hogy én ezt különféle formákban adjam tovább, az is lelassul vagy megakad. Tehát, és ebben nem látok semmilyen egoisztikus dolgot, hanem hát így megy, és ezt így lehet csinálni mert az, hogy én ugye meddig fejlődtem, azt viszem a következő életembe, mint dobbantást. Onnan dobbantok. Tehát onnan fogok fejlődni. Ha abba majd megint folytatom azt, hogyha ebbe a körbe eljutok a saját fejlődésembe, mert nyilván a személyiséget föl kell építeni, tehát ott nincs más akár mi voltál az előző életetbe, Az, hogy én most hova jutottam, ez eléggé meghatározó lesz ahhoz, hogy tovább tudjak fejlődni. És lehet így nézni a dolgokat, és ez nem mindig könnyű. Tehát belefutsz például olyanba, hogy valaki hivatkozik arra, ugye így szokott kezdődni, hogy magához jártam a téténybe, ott meggyógyított, de most van egy gyerekem, és tudom, hogy csak maga tudna neki segíteni. Hát ez egy iszonyú nehéz, ügy, mert tényleg segítettem neki, Tényleg megtörtént, és ő tényleg ezt hiszi. Ezért elképesztő fontos a mesterség továbbadása. Tehát ilyenkor már egy mondjuk szakrális hagyományban a tanítványaid és a tanítványai tanítványait csinálják az egyéni terápiákat, és azért, mert évtizedeken át ezt a nagymester csinálta, és egyszerűen túl van rajta. Rövid válasz a kérdésedre, nézd meg, hogy a meghaladás mennyiben jelentette azt, hogy nem szenvedsz és nem szenvedtetsz. Itt a fejlődés. Semmilyen fejlődést nem lehet elkönyvelni, ha tovább szenvedünk vagy szenvedtetünk, csak átfestettük a homlokzatot közben. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon összetett tudományos és uh, egyéb háttérrel uh, érkeztél ide a zen templomba, ami talán valamelyes neked új volt. És hogy milyen kíváncsiság hozott ide, miért döntöttél, hogy kipróbálod ezt az elvonulást, és te, aki már az elején itt voltál, meg a végén, mi az, amit ilyenségként, akár csoportdinamika, akár bármilyen intuíció folytán itt tapasztaltál, láttál? Nekem, a, mikor ez a, ezek a dolgok kezdtek összeérni a jóga, ajurvéd, a júrvéda, maga a gyógyítás, az orvoslás, az, hát 30 éves vagyok, amikor befejezem az orvos egyetemet, és ugye elkerülök csöglére. Megismerkedtem sok minden, most nem fogom elmondani, mert nagyon hosszú lenne. De ott volt az első nehézségem a jogába, a joga ismeretekbe, hogy úgy megmondják, hogy mit csinálj. Na de hát hogy tudod megvalósítani? Az kuka. Tehát az legegyszerűbb ászanán is nem úgy tanítják, akikkel én találkoztam, hogy egy figyelem gyakorlat. És hogy ezben a legfontosabb, hogy abba az nyolc egymás utáni lépésbe te a fizikai testeddel való gyakorláson keresztül a figyelmedet, a koncentrációs képességedet növelt. Na de ez, 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 azért nem okozott komoly akadályt. Az igazi nagy akadály az lett, hogy a személyiség az szükségtelen, és el kell dobni. Szvámi Vétával is, aki nekem a gurum volt, vitatkoztam ezen ami egy nagy merészség volt, mert azért nem nagyon vitatkozott vele senki. És ma is úgy gondolom, hogy nincs igaza, hogy ez nem fontos. Tudni, hogy nem tudsz másképp fejlődni. Csak a sa és kifejlődik. Hát a személyiséget fejlődik. Az egót persze csökkelhet, ezért iszonyúan fontos, hogy a személyiség meg az ego az nem ugyanaz. Van benne hasonlóság, meg a személyiségen belül létezik az ego, de hogy ez nagyon fontos és hogy ide jöttek azok a dolgok, amik nekem segítettek abba, hogy ezt elkezdjem egy kicsit letisztázni. És hát nagyon nem sikerült, és amikor a szunimot hallgattam, én a zenbutizmusról tudtam elméletileg egy-két gondolatot, de ennyit. Ami engem nagyon megfogott, és ez a fő érdeklődésem jelenleg is, az a koan. Tehát az, hogy az intuitív megnyilásodat meg lehet segíteni. Na, eddig egy kukkot, erről én nem hallottam, egy kukkot. Azzal együtt, hogy az intuíciót saját életemben megtapasztalom, hogy egyre többször el tudom fogadni, azt is megélem például, amikor vezetek egy játékot, hogy így van, és ez így van a legjobban, és akkor már tudom, hogy az, azzal már nincs dolog. Tehát ezek voltak ilyen élmények. De, hogy ezt fejleszteni is lehet, na, ez új dolog volt, és hát ugye ez egy kicsit el is kezdődött, én remélem, hogy folytatódik. Én, én kérem, hogy folytatódjék. <laughs> Oké. Okay. És akkor ez a kérdésedre a válasz, hogy ez egy teljesen új dolog volt. Az összes többi része, ugye nekünk is a jogának az az ága, amihez én tartozok, ahol másodszor tanultam meg a jogatanárit, amit bizonyos fokig képviselek is. Ott sok minden van, de az, hogy a intuitív készséget te képes vagy magadba fejleszteni, ez így, én nem hallottam erről. Arról pláne nem, hogy lépésről lépésre, hogy lehet ezt csinálni. Ez egy nagyon újdonságot, mert hát az, hogy énekelünk egy kicsit másképp, az, hogy azt se értem, mert szangszitul van, vagy azt hiszik, hogy szangszitül van, aztán kérdés, hogy alig a szangszitül, az, azok ismertek voltak, tehát ebben nem, nem volt újdonság. A leborulás, hát akkor csinálok tíz nap üdvözletet, szóval, és közben ugye, ha azt úgy csinálom, hogy figyelem koncentrációval, akkor ugyanúgy benne van az, hogy ennek mi a háttere. Tehát ezek, ezek nem voltak új dolgok. Hát azért ez, ez úgy nagyon megfogott. Ez a, ugye hát ez azt hiszem kétszer, kétszer voltam. Úgyhogy mit gondolok én erről a elérte elérted, elérted. én egy harmadik. Elérted, és... <laughs> <elérted>? <laughs> <Jön> egy harmadik. <laughs> Most már egészen másképp gondolom, mert az. minden nap gyakorolok. Tehát. Az, igen. <laughs> de hogy ezt tudom válaszolni, hogy ez egy teljesen újdonság volt, és ez nagyon-nagyon ez megfogott. Az, hogy egy rendszer, ugye, amit az előbb mondtam, hogy a változáshoz keretre van szükség. Ezt én teljesen elfogadom, hogy keretre van szükség. De nyilván nem mindig könnyű megcsinálni, de ez a. Én fejlődésemet szolgálja, tehát semmi olyat nem érzek benne, ami zavaró lenne. Ez volt egy ilyen új, és akkor itt lezártam. Mindig gondolatébresztő, amit mondasz, és a csendhez visszatérni ezáltal ugyanolyan üdvös. Szvámi Rámától, aki egyébként nagyon szimpatikus így első látásra, és amit egy picit olvastam a tanításából, csak pár oldalt, én is elfogadnám tanítónak. Viszont megkérdezném tőle, hogy a személyiség nélkül hogy lehetne kimondani azt, hogy a személyiség nem létezik, vagy felesleges, vagy el kell dobni. Ez, tehát, amikor... ez, a, nem a, ez a védával volt. Tehát igen. Ugye a... Hát a szvámi nem, a, a... a ugyanúgy ugy, ugyanaz, igen, ugye? Igen, Nagyszerű. Igen. Tehát hogy csak arra szeretnék rávilágítani, hogy ha ragaszkodunk az ürességhez, akkor semmilyen formát nem tudunk használni. És ahhoz, hogy kimondjuk, hogy egy forma haszontalan vagy szükségtelen, ahhoz egy forma kell. Tehát ez egy önmegsemmisítő, ugye, cirkulus viciózus és fel is oldottuk ezt a paradoxont. Miért? Ez egy nem megfelelő helyre tett paradoxon. A Kuan, a Tang dinasztia mesterektől egészen a koreai mesterekig és modern követőikig egy teljesen más technikát alkalmaz, amikor a gondolkodást alapjaiból, tehát a legmélyebb hitrendszeréből szedi ki. És megmutatja azt a paradoxont, hogy amíg te fogalmi gondolkodásba kapaszkodsz, addig a felébredés nem éred el. És amikor az intuíció kinyílik, az az önvalódnak egy ilyen szikraszerű megnyilatkozása, és ezek a szikrák egyre gyakrabban következnek egymás után, először laboratóriumi körülmények között, aztán ki tudja hogyan, meditáció alatt, aztán a mindennapokban is. Én azt kívánom, hogy minél többször gyűljünk össze, hozzuk ezt az intuitív tanítást, az igazi darmát a felszínre, gyakoroljunk közösen, és érjük el a felébredést minden lény javára, szintén közös erőfeszítéssel. Nagyon hálás vagyok, hogy Daubnerből a megtisztelt minket ismét jelenlétével. Kívánom, hogy ez folytatódjék, erőben, egészségben. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük hát. a figyelmet. Én is köszönöm a lehetőséget.